9 meccs, 5 győzelem és 4 vereség. Ez a győri fiatalokból újjá alakult Veszprém Barabás mérlege az őszi szezonban. Ezzel az eredménnyel pedig a 6. helyen áll az együttes. Róth Kálmán vezetőedző a helyezéssel és a csapat fejlődésével is elégedett. Ezen az úton haladnának a tavasz folyamán is. A fiatalok jelenleg a győri Audietó első csapatából itthon maradt játékosokkal edzenek a Magvasi Mihály sportcsarnokban. Továbbra sincs különösebb elvárás velünk szembe. Nagyon-nagyon örülnék, és nagyon nagy meglepetésnek tartanám, ha ott tudnánk lenni a középmezőnybe. Hát ha tudnánk annyi pontot szerezni, hogy az 5-től 8. helyért játszunk, ez azt is jelenteni, hogy nem kéne a kieséssel sem foglalkozni, másrészt nyugodtan játszhatnánk. De igazából a fő cél továbbra is az, hogy a gyerekek fejlődjenek, hogy minél többet vissza tudjunk hozni az Etóba. A Veszprém Barabás KC számára a december 29-én folytatódik a bajnokság, akkor hazai pályán fogadják a Békés Csabát Róth Kálmán tanítványai.